A színház a város egyik legfontosabb intézménye és közösségi helye, hiszen ez az épület Székesfehérvár kulturális központja, kezdte sajtótájékoztatóját dr. Cserpalkovics András. A polgármester több szezonbérletet is vásárolt. A városvezető másokat is erre buzdít, hiszen véleménye szerint a darabok megtekintése után a látottak egy jó beszélgetési alapot adhatnak mind a családok, mind pedig a baráti társaságok számára. Színházba járni tudjuk, hogy jó, de igazán társaságban jó színházba járni, előtte beszélgetni, utána leülni valahol, és inni egy üdítőt, adott esetben fogyasztani valami mást, enni valamit, és kikapcsolni, nem a napi problémákról beszélni, gondolkodni, hanem egy színházi előadásról, mit akart a színház üzenni, milyen értékeket adott át. Quintus Konrád, a Vörösmarty Színház megbízott igazgató helyettese szerint, ha a polgármester már a szezon előtt bérleteket vásárol, az egyben azt is jelenti, hogy a városvezetés elégedett a műsor tervvel. A város polgármestere, első számú polgára eljön a színházba és vesz egy jegyet, dr. Cserpalkovics András. Azt gondolom, az arról szól, hogy tetszik neki az előadás, mert hallotta, hogy jó az előadás. De nem csak egy jegyet vesz, hanem bérletet vesz, ráadásul 4 bérletet. Akkor azt gondolom, az visszaigazolás számunkra, hogy jó a műsortervünk, nagyon jó előadások lesznek. Ő is ajánlja barátainak, szeretteinek, családjának. A színház és a város közös együttműködéseként Bakonyi Csilla proteátrodíjas színművésznőt kérte fel a polgármester arra a feladatra, hogy legyen a város kulturális eseményeinek háziasszonya. Ahogy a polgármester úr is elmondta, főleg háziasszony szerepkörök, narrálási különféle ünnepségeken, esetleg műsorvezetői feladatok, tehát ilyen jellegű dolgokra számítok, és ilyen dolgok lesznek, remélhetőleg. A polgármester zárszóként arra kérte a fehérváriakat és a Fejér megyeieket, hogy vásároljanak bérleteket, és ezzel kössenek le maguknak előadásokat a Vörösmarty Színházban.